Nézd csak rájuk. Pont olyanok, mint ti. Te és Feria. Egész nap lófrájtunk. Ilyen az anyaság. Bizony, bizony. De jó is volt. Azt hiszed, hogy a gyerekeid mindig veled maradnak, de ez nyilván lehetetlen. Néha még akkor is távolinak érzed őket, ha épp melletted ülnek. Többé nem tudlak megóvni. Akárhogy fáj is, tudom, hogy máshoz tartozol. Szeherhez tartozom, anya. Nem tudlak eltiltani tőle, már rég feladtam. De tudd, kivel akarod összekötni az életedet. Akkor ez minden? Lara, annyira hiányoztál. Kérlek, ne érj hozzám. Kösz. Tudom, hogy dühös vagy rám. Nagyon megbántottalak, de semmi köze nem volt hozzád. Ez a mi dolgunk anyáddal. Még egy hazugság. Én nem téged hagylak el, csak az anyádat. De mindkettőnket átvertél, és közben elveszítettél. Egy árva fityinget sem kapsz tőlünk. Nem beszélhetsz így velem. Az anyád jobb modorra nevelt. Az anyám évekig dolgozott kettőnkért. Most meg a pénzét akarod, hát azt lesheted. Nem kapod meg. Nem engedem. Most fenyegetsz engem? Tönkre teszlek. Hidd el, a vevőid az Ankarában biztos nagyon meglepődnének, ha azt hallanák. Apa. Biztos vagyok benne, hogy itt lesz. Megkértem az apádat, hogy írja be a pszichológus számát, de természetesen ez sem csinálta meg. Mit vár, hogy mindig hurcibáljam magammal a kártyákat? Mi van már megint? Ugye tudod, hogy ma nekünk is részt kell vennünk a terápián, de fogalmam sincs, mi a cím. El fogunk késni, az apád meg engem fog leszidni. Amúgy, nem akarsz kérdezni valamit? Emil Sarafolu meglátogatott itthon. Mit kéne kérdeznem? Szerintem te nem fogod fel, hogy mi történt. Az ajtóban állt. Komolyan. Itt állt teljes valójában, és azt mondta, hogy még sokat fogunk találkozni. Most valaki nála is fontosabbal kell találkoznunk. Az apád már vár. Menjünk. Látod ezt? Feria nagyban játszik. Már is talált valaki mást. Valami baj van? Semmi. Menjünk.
Zera! Csörög a telefonod! Jól van, Riza. Ismeretlen szám. Igen, tudom ki az. Halló? Zera! Vártam magát a múltkor, de nem jöttem. Igen, elfelejtettem hívni. Később visszahívom, jó? Jól van. Jól van, szép napot. Igen, viszont hallásra. Viszal, jó. Szép napot. Igen, szép napot. Ki volt az? Emlékszem még, hogy nemrég eperlekvárt készítettem, és eladtam a piacon. Az a nő hívott, csak érdekelte, hová tűntem. Felhívott, hogy mi van velem. Egek, ne vesződj a lekvárral, túlságosan megerőlteted magad. Nehéz munka. Plusz már úgyis vége van. Ha már Zerra nem csinálhatja, én szívesen átveszem. Nehéz gránátalma lekvárt készíteni, de gülszümmel el tudunk menni a piacra, bevásárolni gyümölcsöket. Mondd meg annak a nőnek, hogy majd én csinálok lekvárt. Jó, jó, megmondom. Igen, megmondom. Halló? Nem tudott beszélni. Kb. Rám tette a telefont. Lehet, hogy otthon rájöttek. Lehet, hogy nem akarják engedni, hogy dolgozzon. Talán nem is jön többet. Figyelj, meddig akarsz még bujkálni? Már olyan messzire eljutottál, mire vársz még? Rajtad a sor. Eljött az idő. Az én munkám itt véget ért. Most te jössz. Még a gyerekeik is olyanok, mint ők. Tipikus. Ne törődj velük, anya. Kár, hogy Zerra nem jött velünk. Jót tett volna neki. Zerra, mindig csak Zerra. Tudod, most már elegem van belőle. Szerinted miért ajánlottam fel, hogy kimegyek én a piacra? Addig sem kell hallgatnom a nyavajgását, ismerem. Végig azon panaszkodott volna, hogy amióta náluk lakunk, nem csinálunk semmit. Anya, mit vársz szerencsétlentől? Az ő lakásukba lakunk, és még a rezsibe sem kell belefizetnünk. Ennek semmi köze a pénzhez. Egy csomószor küldtünk már nekik pénzt. Ráadásul 3 hónapig mi gondoskodtunk róla. Szerinted azt Rizá kifizette? De hát, mi más tehettünk volna? Szerintem most tényleg valami nagy gond lehet. De hamarosan megtudjuk, én mondom neked, gőzüm. Nem hinném, hogy baj lenne, anya. De, de, biztos vagyok benne. Még a saját problémáimról is megfeledkeztem miattuk. Feriának, Mehmetnek és a bátyámnak komoly problémái vannak. Hidd el, egy anya megérzi az ilyet. Szerintem nincs baj. Ne? A házam előtt. Elhoztad a motorodon, és a házam előtt tetted ki. Nem is tudtam, hogy ott laksz. Csak kedves voltam, és hazavittem szegényt. Miféle ember vagy te, Levent? És én miféle nő? Mindent feladok egy férfiért, aki nem is törődik velem. Ez baromság. Valóban? Igen. Mi a terved? Mondd el! Mi a terved azzal a hazudozóval? Te nem látod, mit csinál velem? Időzített bombát dobott az életem közepébe. És hamarosan fel fog robbanni. Szánem, én vagyok a bomba. Gyerünk, fuss, mielőtt felrobbanok. Majd szólok, ha eldöntöttem, mit csinálok. Most megyek.
Jaj, nem hiszem el. Mit? Elfelejtettem venni valamit. Micsodát? Mindent elhoztunk. Csak akartam valamit. Mit? Hát, almát. Vettünk 2 kilót. De én zöld almát akarok. Viccelsz velem, kislányom? Meg sem tudod enni? Az túl savanyú neked. Most annyira megkívántam, és Ömer is nagyon szereti. Visszamehetek venni? Jó, add ezt ide. Nem akarsz szipekedni, ugye? Sietek. Nem akarom, hogy bajba kerülj. Semmi baj. Mit akartál mondani? Nem találkoztunk, Karály vagyok. Szia, Gülszüm. Hello, Gülszüm. Te vagy Feria? Unokatesója. Unokatesó. Igen. Hogy van Feria? A körülményekhez képest jól. Gülszüm, átadnál neki valamit, kérlek? Vagyis 2 dolgot. Először is, hogy a barátom mellettem állt a legnehezebb időkben is. Ha szüksége van rám, én is mellette állok. Mi a másik? Nem tudom, hogy ez most számít-e, de úgy érzem, Feriának tudnia kell róla. Emir nálam lakik. És Emir mostanában nem önmaga. Kérlek, ezt mondd meg neki. Ennyi. Nem tartalak fel. Oké, még bennem kell zöld almát. Azt mondtam, hogy oda megyek. Szia. Feria, még ébren vagy? Hány óra van? 6:30. Csak is miattam van. Nem kellett volna elmondanom, hogy itt járt Korály. Csak felzaklattalak. Emirre emlékeztet. Nem, mintha el tudnád felejteni. Rösszön, mennem kell. Legutóbb sem működött, Feria. Ezúttal biztosan nem fogom elengedni. Te teljesen megőrültél. Mindenki itthon van. Mit mondjak a többieknek? Megoldod. Feria! Mi az? Hónapokkal ezelőtt. Miután először együtt töltöttük az éjszakát, meséltél nekem az elsőről. Tudod, hogy értem. Ki volt az? Mit számít, ki volt? Mégis miféle kérdés ez? Egész eddig hallgattál róla? Végre, ennyi idő után együtt lehetünk, és összeházasodhatunk. Komolyan most kell felhozni, mondhatom, csodás időzítés. Nem tehetek fel neked egy kérdést? De. Csak először én is kérdeznék valamit. Ezért nem vállaltál fel? Ezért nem merted elmondani a szüleidnek, hogy megkérted a kezemet? Ezért etettél a gyűrűvel? Miről beszélsz, Seher?
Csak mert nem te voltál az első, ha? Seher, elég! Igen, elég. Menj haza! Seher! Menj haza! Seher! Hagyj békén, Mehmet! Kérlek, hallgass meg, Emir. Ki vagy te? Emir. Kik vagytok? Ez a sok ember! A nő, akire azt hittem az anyád! A kapitány! Ki vagy te, Feria? Emir, figyelj! Ki vagy te, Feria? A pénzért csináltad? Ezért az életért? Hogy kikerülj abból a házból, Feria! Beszélj! Megbocsátok mindent, amit mondtam. Az jó, mert én nem! Sosem bocsátok meg, Feria! Sosem bocsátom meg a hazugságokat! Nem bocsátok meg semmit! Haver, nyugodj meg! Maradj ki belőle! Tesó, elég! Sosem bocsátok meg, Feria! Haver, ez nem te vagy! Nem bocsátok meg! Feria, menj el! Nem bocsátok meg! Most menj el, Feria! Sosem bocsátok meg! Kérlek, menj el! Sosem bocsátom meg. Kérlek, Feria. Sosem bocsátok meg! Soha! Nem nyugodj meg. Sosem bocsátok meg, Feria! Soha! Emir! Fogd be! Ne merész egy beleavatkozni! Tudok mindenről. Jártam náluk. Az alaksorban. Be is mentem. És mindent láttam. Nem számít, mit láttál. Vagy hogy kik a szülei. Simán elmondhatta volna, hogy a gondnok lánya. Akkor is ugyanúgy szerettem volna. De ehelyett ő hazudott. Átvert engem. Nem mondta? Azt nem mondta el, hogy miért csinált hülyét belőle? Emir. Mi van? Gyerünk, mondd csak! Mondd el, mit csináljak! Mondd meg, mit ne csináljak! Gyerünk! Beszélj! Hát így nem. Ez nem te vagy.
Most nem tudod kezelni a helyzetet. Le kell higgadnod. Én így kezelem a helyzetet. Csak úgy megy, ha nem vagyok önmagam. Emir. Az Istenit. Na jó, ha még egyszer megpróbálsz megszökni, kulcsra zárom az ajtót. Nem engedem, hogy ilyeneket vágjon a fejedhez. Feria! El kell engedned. Nagyon megbántottam, Gülszín. De nem adom fel. Mi van itt? Mi folyik itt, Riza? Senki sem tudja, egész nap pakolnak. A lakást azonnal kivették. Most költözködik az új tulaj. Vejszel az irodában vár. Át akartunk nézni pár kamiont Mehmettel, de most ezzel kell foglalkozni. Hogy majd megoldják. Nem mi költözködünk, hanem ők. Mehmet? Gyere velem. Nézzük meg, nehogy összekarcoljanak esetleg valamit. Gyere! Gyere, fiam! De hát alig van cuccuk. Nincsenek gyerekeik? Jaj, anya! Ha? Látnod kéne a bútort. Annyira modern, mint a filmekben. Neked más nem is számít. A magunk fajta embereknek nincs egy fityingje sem. De mások meg tudnak engedni maguknak ilyen házakat. Jaj, nyugi már, anya! Nézd, legalább mi többen vagyunk. Szép, még ebben a helyzetben is gúnyolódsz rajtunk. Hogy van, Feria? Üldögél. Megnézem, jól van-e. Jó, jó. Feria! Gyere! Minek? Kimegyünk a friss levegőre, valaki beköltözik. Jót fog tenni, én meg közben leskelődöm. Egy csomó puccos bútoruk van. Nem akarok. De jó lesz, kapd össze magad! Gyere! Sajnálom, Aldun. Nagyon sajnálom. Halló? Igen, én vagyok. Értem. Jó, beszélek az apjával, aztán rögtön visszahívom. Halló? Bora, az előbb hívtak Pellin iskolájából. Azt mondták, nem fizetted be a tandíjat, ez igaz? Hogyan? Vagyis csődbe mentél? Legyen óvatos, rendben, ne karcoljon össze semmit, és vigyázzon a húzatra!
Drágám. Édesem, hol vagy? A hotelban. Jól vagy? Furcsa a hangod. Jól vagyok. Mikor érsz haza? Hajdú! Drágám! Hajdún! Feria? Feria? Oh, egek, most mit csináljunk? Hogy fogunk így élni? Az új szomszéd már az első nap bezárkózott. Meg se lepődöm. Bocsánat, nem figyeltem. Mindegy. Szórakozottnak tűnsz. Csak gondolkodtam. Mit is mondtál? Semmit nem mondtam. Apa mikor ér haza? Nem tudom. Az előbb telefonáltunk, de le kellett tennie. Szerintem dolga volt. Biztos nem sokára jön. Jó van, köszi. Haldun úr, hoztak egy CD-t, szerintem nem a céges postával jött. Egy külön futár. Hogy érti, hogy ön szerint? Senki nem kérdezte, honnan jött. Jó van, elmehet. Seher! Seher! Seher, te már az enyém vagy. Elfogadlak. Nem érdekel, mi volt előttem. Nem számít. Már az enyém vagy. Szavak. Üres szavak. Most még ezt mondod Mehmet, de nem sokáig. A családod továbbra sem fogad el. És nem mond, hogy egy kicsit sem befolyásol a véleményük. Kimerültem, miért nem hagysz végre békén?
Menj szépen haza anyukádhoz. Seher. Tessék. Seher. Mondd meg a nénikédnek, hogy holnap megkérem tőle a kezed. Ha nemet akarsz mondani, majd közlöd vele te magad. Szóval ide költözött. Miattad? Igen. Látod? Mondtam, hogy eljön. Ide költözött hozzád, Feria, hogy veled legyen. Nem ezért. Hanem, hogy tönkre tegyen. De hát ezt meg hogy érted? Miért akarna ilyesmit csinálni? Bántani akar. Bántani akar, mert én is bántottam őt. Drágám, miért nem hagyod, hogy én csináljam? Szó sincs róla. Szerinted megengedném, hogy te vasald a lepedőimet? Ülj le, majd én! Szervusz, Riza! Szia, Hatice, hogy vagy? Szervusz, Riza! Szia, Zera! Istenem! Nagyon, nagyon fáradt vagyok. Mehmet is nagyon elfáradt. Hazafele szétváltunk az irodánál. Azt mondta, hazajön, még nem érkezett meg? Nem, meg nem. Ülj le, és pihenj egy kicsit. Csinálok egy finom teát, és már is helyre jössz. Köszönöm. És ti? Mi jót csináltatok? Sikerült beköltözni az új lakónak anélkül, hogy összetört volna valami? Igen, sikerült. Kinyitom. Biztos Mehmet. Igen, biztos ő az. Gyere be. Szervusz, fiam. Szervusz. Sziasztok. Jaj, Mehmet. Nagyon fáradt vagyok. Megtennéd, hogy kiviszed a szemetet? Hadd csak, majd én megyek. Nem, anya, majd én. Zera, te csak ülj le. Túl megerőltető lenne neked. Majd én megyek. Apa, beszélhetnénk egy percet bent? Mi ez? Majd bent elmondom. Ha tudom, hogy magánbeszélgetés lesz, én viszem ki a szemetet, nem engedem el Feriát. Ugyan. Gülszüm, ülj le ide mellénk. Mehmet, ha szeretnél valamit mondani, elmondhatod Hatice előtt is. Anya. Apa. Ha? Holnap megkérem Seher kezét.
Tessék. Szemét. Jaj, édes lányom, hogy ne sértődnék meg, mikor így viselkednek. Semmit nem mondtak nekünk. Úgy kell kihúzni belőlük. Csak tippelhetünk, hogy meghalt-e valaki. Vagy jó hírt kaptak. Azt se tudom, ki az a Szeher. Életemben nem hallottam róla. Én honnan tudjam? Amúgy is mégis kimenne feleségül Mehmethez. Nem normális az a fiú. Ha, még így se jó parti, hogy segít az apja vállalkozásában. Figyelj, lányom, és tanulj. Ez jó példa lesz számodra. Ahogy ez a család az ügyeiket intézi, na úgy azt nem szabad. Meg akarsz házasodni, legyen. De nem lehet, hogy ez még egy kissé korai? Nincs semmi vesztegetni való időnk. Mondj csak, mikor lesz az esküvő? És miből akarod kifizetni? Erre nem gondoltál? Gyanús a csend. Mindenre gondoltam. Összeházasodunk, amint lehet. Te nem fűznél hozzá semmit, asszony? Hol fognak élni? Nincs is állása. Vajon miből fognak megélni? Mit szólsz ehhez? Mit akarsz? Mit mondjak? Mi? Mit mondhatnék? Mindkettőtöknek elmondtam a véleményemet. Kérdeztem, hogy van-e más megoldás? Nem? Nincs. Áldásomat adom rájuk, de innentől nem szólok bele. Kiszálltam. Zera! Hová mész? Megnézem, Ferián jól van-e. Plusz kéne dolgoznom is valamit. Mi folyik itt? Megkéri a kezét úgy, hogy nem adod az áldásodat? Ide figyelj! Mi ez az egész? Mehmet nősülni készül, én meg szóhoz sem jutok. Ezen túl te fogod kivinni a fiú szemetét, ez nem mehet így tovább. Mit csinálok, ha az apád rájön? Vagy ha Mehmet rájön? Az talán még rosszabb lenne. Biztos verekedés lenne a vége. Innentől nem mehetsz te a szemétért, nem engedem. Majd megyek én, de azt megemlegeti. Hogyha ezért költözött ide, ha ez az, amitől jobban érzi magát, akkor kiviszem a szemetét. Jézusom, megőrülök! Komolyan mondom, megőrülök! Thank you.
Marika, Laudon Andrea, Mayer Marcel, Mohácsi Nóra, Pekár Adrien, Penke Bence, Sallai Nóra, Sándor Barnabás, Tamási Nikolett. Magyar szöveg, Hegyi Krisztina. Hangmérnök, Kelemen Tamás. Gyártásvezető, Boskó Andrea. Szinkronrendező, Bartuc Attila. A szinkron a TV2 csoport megbízásából a Pannóniában készült. Produkciós vezető, Kovács Anita. Beni orada çocuk yanım ile sarıp sarmana kilidini sağ uzaklara bulunmasın bir defa esar ettin böylesi makbul anlasana yüreğinin en ücra köşesiyle al beni sakla beni orada çocuk yanım ile sarıp sarmana kilidini sağ uzaklara bulunmasın bir daha esar ettin böylesi makbul anlasana yüreğinin en ücra köşesine al beni sakla beni orada çocuk yanım ile sarıp